Több száz mesterpedagógus vett részt a csütörtökön kezdődő, egész hétvégén át tartó második Sonkádi Szabad Egyetemen. Tilki Attila országgyűlési képviselő a rendezvény megnyitóján kiemelte, a szatmári község azért ideális az országos továbbképzés megtartására, mert a térség gyorsan reagál az oktatási rendszer változásaira. Talán ezért is fontos, hogy itt rendezzük meg, a szatmári térség ad otthont a rendezvénynek, hiszen apró falvas település szerkezetű térség, kisebb iskolákkal, ami talán a leghamarabb veti föl az olyan kérdéseket, amelyre központi oktatás irányítási szinten reagálni kell. Azon túl persze, hogy a szatmári vendégszeretet azért nem csak a megyében, hanem szerintem most már az országban is méltán híres. Sonkád község polgármestere a rendezvény főszervezőjeként elmondta, a második szabad egyetemen közel 500-an vesznek részt. A mesterpedagógusi továbbképzésre a határon túlról is érkeztek. Az idei Szabad Egyetem témaköre leginkább a kerekasztal eredményeire, a megbeszéléseire, illetve a köznevelést érintő változásokról szól. Iránymutatás lesz a jövőt illetően. A tavalyhoz képest változás történt annyiban, hogy nemzetközivé tettük a rendezvényt. Romániából érkeztek vendégeink, akik a román kisebbségi oktatást képviselik, valamint a román főtanfelügyelő fog előadást tartani az ottani rendszernek a kialakítására. A Szabad Egyetemen a köznevelésért felelős helyettes államtitkár előadásában beszélt a tankönyvellátás szabályozásáról. Sipos Imre elmondta, az első két évfolyamon a gyerekek már új saját tankönyvet kapnak ingyen, és ezt szeretnék bevezetni a felsőbb osztályokban is. Továbbá kiemelte, már folynak a viták a digitális oktatási lehetőségek bevezetéséről. Ugyancsak kommunikáltuk a digitális irányba való elmozdulásnak a kérdését, nem azt jelenti, hogy holnap a gyerekek a hetedik évfolyamon már csak egy notebookkal fognak rendelkezni, vagy egy iPad-del fognak rendelkezni, de hogy a jövő mindenképpen ebbe az irányba el kell, hogy mozduljon, az azt hiszem, hogy nem lehet vita köztünk. Tehát a teljes 1-12 évfolyamnak a tartós tankönyvi, ingyenes tankönyvi ellátása és a digitális világ irányába való elmozdulásának lehetőségét szeretnénk a tankönyv ellátás területén vizsgálni. A szakképzésben is lesz változás, tette hozzá a helyettes államtitkár. Sipos Imre kiemelte, a 9. évfolyamon heti 3 órás komplex természettudományos tárgyat vezetnek be. A további évfolyamokon erre épül majd az adott szakmához kapcsolódóan egy heti 2 órás természettudományos tárgy.